Meleg pulóverben, kabátban, mellényben kerékpároztak az emberek Tolna belvárosában szerda délelőtt. A helyiek közül nem mindenki örült a május végére egyáltalán nem jellemző hűvös, gyakran csapadékos időnek. Sokkal hűvösebb van. És mit szól hozzá? Nem tetszik. Boros Ferencné is várja, hogy mehessen a Balatonra, és hogy igazi nyári meleg legyen. Véleménye szerint a klímaváltozás ellen az emberek többet tehetnének az életmódjuk megváltoztatásával. Olyan változások vannak tényleg, hogy az ember utána néz a Szibériába 30 fokon, mikor nálunk 15, meg 10, úgyhogy ez borzalmas. Mást az sem zavar, hogy június elején valószínűleg nem lesz nyaraló idő. A tavak addigra nem melegednek fel eléggé, továbbá esni fog az eső. Majd akkor fürdünk júliusba, hogyha júniusban nem lehet. Szerintem, hogy jön a jó idő. Soponyai Jánosné elégedett a tavaszias változékony idővel. Azt mondja, kiválóan illik a virágültetéshez. Nekem jó, én szeretem ezt az időt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nem számíthatunk jelentős változásra az időjárásban június elejéig. Ismét érkezik ugyanis egy hideg front. A következő napokban, tehát május végén, illetve még június elején is valószínűleg az ilyenkor szokásosnál hűvösebb időre számíthatunk. Ez azt jelenti, hogy a csúcsértékek inkább még 20 fok környékén, vagy inkább az alatt fognak alakulni. Ugye az ilyenkor szokásos 24-25 fok környékén szokott alakulni, tehát azért ennél hűvösebb időre számíthatunk. És bizony úgy néz ki, hogy azért valamennyi csapadékra is lehet számítani, tehát marad ez a változékony időjárás. Jövő hét elején 9 és 17 fok között alakulhat a hőmérséklet Tolna megyében.